következő percekben bemutatjuk az MTK Budapest 33 éves masszőrét Kákonyi Dánielt, aki tavaly Kanta József, valamint Balogh Béla kifejezett kérésére érkezett MB3-as együttesünkhöz, idén pedig már első csapatunk rehabilitációs stábját erősíti. Futballberkekben ismerősen csenket egyébként a fiatal szakember neve, mivel hosszú éveken át ő maga is profilabdarúgó volt. Klubunkhoz 2006-ban került, és eleinte Turtócki Sándor kezei alatt pallérozódott. Itt voltam a folyamatos bajnokcsapat egyik alappírére voltam, tehát gólokkal, gólpasszokkal. Nagy volt a konkurencia, mint láthatjuk később, hogy milyen játékosok is kikerültek ki ebből a korosztályból. Az MTK-ban nevelkedő középpályásról korábban úgy vélekedtek a szakemberek, hogy az 1989-es korosztály egyik legtehetségesebb honi labdarúgója. Ugyanaz élvonalban nem mutathatta meg magát, de rengeteg másod, valamint harmadosztályú mérkőzéssel a háta mögött zárta le nemrégiben játékos karrierjét. Szerencsére sikerült lezárnom ezeket a negatív dolgokat, amit terveztem. Nyilván én is akartam magasabb szinten játszani és profi. Full profi karrier befutni. Nem jött össze, de most ezen bánkodnék, akkor tényleg rányomna az egész életemre innentől kezdve. Örülök, hogy most itt vagyok, ide kerültem. Szerintem ennek köszönhetően így az a személyiség adta azt, hogy ideig eljutottam így. Pályára léphetett a Gyirmót, a Nyíregyháza, a Vác, vagy éppen a Mezőköves színeiben is, de egyértelműen kékfehér egyesületünk állt mindig is legközelebb a szívéhez. Az eredményem nagyjából olyan büszke vagyok, az MB2-ből a dobogóra az összes érem megvan. Sajnos MB1-ben nem sikerült játszanom, valami kis apróságok miatt mindig elcsúszott. Az az érdekesség, hogy én eljöttem, mikor feljutottunk, vagy nem jöttem, mert minden csapat feljutott MB1-be, szóval én ilyen jó hírhozója voltam. Most itt vagyok, bízom benne, hogy maradok is, és jöttünk vissza az MB1-be minél hamarabb. Könnyen tud azonosulni csapatunk látványos, gorratörő játékával, így ha még aktív lenne, el tudná magát képzelni szakmaigazgatónk Bognár György kezei alatt. Nagyon szerettem ezt a fajta mentalitást. Én ilyen típusú játékos voltam, szerettem játszani azt, amivel ő gondolkodik. Áttérve jelenlegi munkájára, rutinos masszőrünkkel, Dömök Istvánnal közösen remek párost alkotnak, és szerencsére az öltözői jó hangulatról is napról napra gondoskodnak. Pisti szokta mondani, hogy van 25 gyerekük. Ő mondhatja, hogy már benne van a korba, én azért nem fogok velem egy futiba vagy némóra gyerekemnek mondani, de az biztos, hogy kell egy ilyen mindig pozitív irányba beterelni őket, és nem a mi részünk az, hogy esetleg valami negatív, akkor visszarángatni. Meg kell találni azt a vékony mesdjét, hogy mit mondhatsz nekik és mit nem. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan osztják meg kiváló masszőreink egymás között a feladatokat. Minden játékosnak megvan az, aki ezt szeret, tehát és látszik, hogy nem is szeret váltani. Pont a Némo mondta múltkor, hogy ő egy masszőrnél lehatározza magát, mint a válogatottban, mint a csapatainál, eddig is hozzá szokott járni, mert ő ismeri, kiismerjük az izomzatát, hogy reagál egy esetleg masszázsra, mit szeret, mit nem, belenyúlni, nem belenyúlni, erősebben, nem erősebben. Ez így hozza magával, hogy kihez fog elmenni, nem is szeretnek nagyon váltani. Szeretem, amit csinálok. Tehát, hogy egyszerű dolog az enyém, testtel kell foglalkozni. Szerencsére nagyon jó stábunk van a Petivel meg a Pistivel. Bármilyen probléma van, azt meg tudjuk beszélni. Bármilyen kérdésem van, úgy állnak hozzám, hogy segítenek. És látom, hogy mindenki hallgat a másikra, ami még nagyon fontos. Benfentesként arra is remek rálátása van, mennyire gyorsan tud egy-egy fiatal beilleszkedni felnőtt csapatunkba. Szerencsére a közegünk olyan a befogadó, és nem az van, hogy na, fiatal, akkor kicsit neveljük meg, hanem hagyják, hogy alkosson. Ez látszik a srácokon, hogy megilletődöttség nélkül belemennek edzésen olyan dolgokba, amit láttam rajtuk MB3-ba is. Jó ez az átmenet mindenféleképpen. Reméljük, hogy első osztályú masszőrünk hamarosan az élvonalban is minél többet hozzátehet labdarúgóink eredményes szerepléséhez.